Itt van már velünk Iváldi Gábor, aki nem akar olvasni, nem tudom miért. Jó reggelt kívánok, képviselő úr. Viszont én olvasok, és akkor majd adott esetben kérem, hogy mondjon rá ezt, azt, amazt, jó? Hogy mik a legfontosabb hírek az újságokban, mi erről a véleménye. A Népszavában például azt szerepelteti címoldalon, hogy választási pénzeső jut a katolikusoknak, de 2014-től minden egyház több állami támogatást kap. A minden egyház közül lesznek egyenlőbbek, állítja a Népszava. Mit gondol erről? Még egyszer, választási pénzeső? Választási pénzeső, ja, hogy a választások kapcsán kapnak pénzesőt. Uh-huh. Ezt mondja az újság. Hogy is mondjam, ennél már csak kutyább idők fognak jönni majd a választások közeletével. Természetesen meg fognak ragadni minden lehetőséget. Akiknél pénz van, azok megpróbálják megszerezni a támogatást. Kell ehhez még állami pénz? Tehát kell ehhez most megfogható módon még hozzányúlni az államkasszához, vagy már rég kint van az a pénz azoknál, akiknél kint kell lenni ahhoz, hogy a választások finanszírozhatók legyenek? Hogy látja? Ez összeesküvés elméletet szőne bennem, hogyha én most erre válaszolnék. Én jövőbe mutató módon szeretek ezekkel a dolgokkal foglalkozni. Én azt mondom, hogy a pártfinanszírozást, illetve a kampányfinanszírozást ki kell tisztítani, és onnét kell indítani az egészet, hogy a pártok például állami támogatást ne kapjanak. Vezessük be a plusz 1%-os, még egy a harmadik 1%-ot, és az emberek támogassák a pártokat, és ne az államtól kapják a pénzüket. Ez egy logikus gondolat, ez miért nem megy át a politikai életen? Én nem tudom megmondani, talán azért, mert akik éppen hatalmon vannak, azoknak sosem áll érdekükbe. Matolcsi lemondatna az uniós biztos, erről majd beszélünk negyed óra múlva részletesebben, és mit gondol erről? Matolcsi most már úgy tűnik, hogy elég magas posztban van ahhoz, hogy európai szinten is megmondja, hogy ki mondjon le, és ki maradjon a posztján. A Magyar Illap azt írja, az 56-osok levelet írtak Angela Merkelnek. Az 56-osok azt állítják, hogy felháborodással tapasztalják, hogy Nyugat-Európából becsmérlő támadások érik hazánkat. Írják pont a német kancellárnak. Miért épp neki? Nem tudom. Tehát néha úgy érzem egyébként, hogy azok a támadások Angela Merkellel kapcsolatban, ugye meg korábban is történt, hogy pont azok felé csapódnak ezek a repesz darabok, akik éppen akkor, abban az időben esetleg támogatottak bennünket. És alapítványok miatt Perli Bajnaiéket az MDF jogutódja. Erre most nem kérem, hogy reagáljon, mert a telefonja éppen megszólalt, azt nyugodtan hallgattassa el, ilyen előfordul, viszont önöknek meg elmondom, hogy a Napi Gazdaság mit ír. Hoppá, hangos üzenetet is kapott. Azt írja a Napi Gazdaság, hogy a kritikusokat meg kell győzni arról, hogy tévedtek, alkalmanként 10 bázispontos vágással is megelégedne Plesinger Gyula, aki meg azt is elmondja még, hogy nincs nézeteltérés már legalábbis komolyabb a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsában. Ebből az következik, amit Matolcs egy olyan mondott tegnap, hogy folytatódik a lassú esése a negybanki alapkamatnak. Az valóban a monetáris tanács tagjai szerint is így van rendben. Na, tehát a világgazdaság hétfőtől itt az új babakötvény. Az öngondoskodás jegyében a babakötvény az egy jó dolog? Hogyne. Hát támogatni kell a gyermekvállalást. A mai gyermekvállalási kedv az katasztrofális. Tehát ahhoz, hogy egyáltalán a népesedésnek, a népességnek a fogyása megálljon, ahhoz ugye legalább 2 kellene, hogy legyen a gyermekvállalási kedv. És ha jól gondolom, akkor a statisztikailag a másfelet sem éri el. 19 éves futamidejű inflációhoz kötött kamatozású értékpapírról van szó ebben az esetben, és hát a babákhoz kötődik, igen. A botrányhős nem volt revizor, mondja a Magyar Nemzet. Ez egy kicsikét arról is szól, hogy Horváth Andrást hogy lehet szinte érdektelenné tenni a közvélemény előtt. A Magyar Nemzet címoldalán ez szerepel. Ez most miért fontos? Teljesen elképesztő egyébként ez, hogy a NAV jelen pillanatban nem azzal foglalkozik, azzal a tartalmi kérdéssel, amit ő mond, hanem most azt kérdőjelezi meg, hogy ő egyébként jogosan veti fele ezeket a kérdéseket, vagy pedig nem. És most azt mondja, hogy följelenti azért, mert ő nem is volt revizor, és azt mondta, hogy revizor. Én nem tudom, ez akkora szereptévesztés. Tehát sikerült a lényeget megérteni a dologban. Igen. De azt mondja a NAV, legalábbis a második embere tegnap azt nyilatkozta, hogy ők még nem tudják, hogy mi van az ügyészségi feljelentésben, addig arról nem tudnak nyilatkozni. Ebben van némi logika, de hát 2 nap alatt azt viszont már meg tudták állapítani, hogy abból, amit nem ismernek, egy szó sem igaz. Ugye ez a múlt hétvégi vizsgálat. Nincsen adatuk, de cáfolni már tudják.
Viszont azt meg tudták állapítani, hogy horvát ott volt, vagy nem? Hát egyrészt, másrészt ugye azt is lehet tudni, hogy botrányhős, és azt is, hogy nem revizor. Na jó. Hát ez a dolog, ez még messze nem ért véget. Klinkhammer István államtitkár saját tévedésének áldozata lett, a Népszabadság tudni véli, és majd erről is beszélgetünk a mai műsorban még, hogy gyakorlatilag Klinkhammer István felsőoktatásért felelős államtitkár megbukott. Én javaslom, hogy vele beszélgessem, vagy később, hogyha beszélgetnek róla, akkor... Önnek erről nincs híre, információja, vagy véleménye? Erről konkrétan most nincsen, de el fogom olvasni. Na, nyorsan, röviden, mi van a neten? Vasárnap kezdődik az advent, a hvg.hu cikke 6 óra 5 perces egészen friss, és a Hírstart ajánlatában szerepel. Gasztrotúrák ünnepi hangulatban, csak meg ne hízzanak, és Kósa követi Tarlós példáját, a 168 óra online változata megtalálta a két várospolitikus között az összefüggést, olvassák el, hogy kiderüljön, hogy mi az. Ön meg megtalálta az új pártját, igaz-e? Így van. De hogy miért hagyta ott a régit? Az LMP-t? Ó, hát ez egy régi történet. A maradjunk annyiban, hogy elég gyorsan a választások után kiderült, ugye én alapító tagja voltam az LMP-nek, és amikor bekerültünk a parlamentbe, akkor kiderült az, hogy nem vagyok elég konzervatív az ottani liberálisoknak, vagy hogyha... Nem elég konzervatív én, az nem, bocsánat, nem vagyok elég liberális túl az ottani liberálisok. Igen, túl konzervatív. De miben? Vagyok. Én egy vidéki kis települési polgármester vagyok, vidékről jöttem. Tehát még a közös hangot is nehezen találtuk meg a belvárosi liberális csoporttal, ott a réteggel, ott az LMP. De ez mit jelent, hogy ők, hogy mondjam, nagy képüsködtek, vagy lekezelők másról voltak beszéltek. Azért, mert vidékről jött, és nem ismeri a belvárosi jó helyeket? Másról beszéltek. Mások voltak a fontos problémák. És hogyha ők irányíthatják egy pártnak a kommunikációját, akkor egy vidéki konzervatív ember érezheti azt, hogy nem arról beszélünk, amiről kellene. Hogy akkor rossz pártot hoztunk létre. Akkor hozzunk létre, vagy hozzanak létre egy budapesti, belvárosi koncentrációjú rétegpártot. De nem ez volt a cél. Az LMP országos nagy párt akart lenni. És most mi? Most egy belvárosi rétegpárt? A legviccesebb az egészben, hogy azok, akik annak idején a kerékkötői voltak a fejlődésnek, azok mind ott vannak most a PM-ben, és elhagyták az LMP-t. Az LMP-nek most lenne lehetősége arra, hogy úgymond megtisztulva és letisztulva azoktól az emberektől, akik esetleg más érdekeket szolgáltak korábban az LMP-n belül, most megerősödhetnének. Karácsony Gergelyék lettek volna kerékkötői az LMP-nek? Ez az én meggyőződésem. Tehát ők tették belvárosi kispártá a nagy ambíciókkal induló országos pártot? Igen, ez volt talán a tervük, vagy ez volt a... Még azt sem mondom, hogy teljesen tudatos volt az elejétől fogva. Egyszerűen így gondolkodnak, és ebbe az irányba tolták. De most Bajnai Gordon mellett is így gondolkodnak, úgy látja? Ez szerintem egy ilyen politikai haszonszerzéses valami volt. Tehát az, hogyha valaki képes a saját pártját, amelyiknek esetleg alapítója volt, vagy ahol indult a politikai karrierje, képes odáig elmenni, hogy akár a parlamenti frakcióját is megszüntetteti azáltal, hogy ő csatlakozhasson Bajnaiékhoz, ahhoz a Bajnaihoz. De nem azért szűnt meg, hogy csatlakozhasson. De azért csatlakoztak, mert nem tudták a saját érdekeiket érvényesíteni az LMP-ben, gondolom én. Nem, azért, mert az LMP-t nem tudták bevinni oda. Mert az LMP tartotta magát az első kimondott elég pragmatikus nézeteihez. És akkor, bocsánat, annyit hadd mondjak még, és akkor csatlakoznak ahhoz a Bajnaihoz, aki ellen az LMP, többek között aki ellen, az LMP létrejött, hogy végre szakítsunk azokkal a politikusokkal, akik idáig juttatták vezető pozícióban. Ezt Putko felvetettem Karácsony Gergelynek is, ugye bennültek az MSZP választmányán Bajnai Gordonnal a múlt hétvégén. Kérdeztem tőle, hogy érezte magát. Hát mondta, hogy furcsa volt. Na, viszont Szili Katalinnak meg van humora, mert azt mondja, hogy az öncsatlakozásával az ő pártjához 100%-kal megnőtt a párt parlamenti képviselete. Tehát ugye most már ketten vannak a parlamentben, Szili Katalin és ön. De milyen párt ez a
közösség, a társadalmi igazságosságért párt. Mutasson még egy ilyen fejlődő pártot ma Magyarországon. Ugye? Milyen könnyű ez, de csak egy darabig könnyű, aztán egyre többen lesznek ott, már nagyon nehéz duplázni. Ez tulajdonképpen egy szövetség, amelyben a pártok és civil szervezetek is részt vettek. Ugye Széli Katalinnak a pártja, a Szociális Unió, tulajdonképpen ők kezdeményezték ezt az összefogást, és aztán csatlakoztak hozzá civil szervezetek, tehát a Zuglóért Összefogás Egyesületül elkezdve, a Magyar Autonóm Néppárton keresztül. Tehát sok, meg is bántottam Széli Katalint a múltkor, amikor megkérdeztem itt, hogy honnan szedett ennyi szervezetet egy párthoz. De hát mert sokat sikerült találnia, de milyen párt ez, amelyikhez csatlakozott? Mitől lesz ott jobb helye, mint az LMP-ben volt? Itt az én politikai pályafutásom alatt egyedül én nem változtam. Az én értékrendem. Az, hogy az ember keresi a helyét, az szerintem a politikában is egy teljesen elfogadható dolog. Ugye a hír kapcsán, ahogy a beharangozóban is mondta, én az igazságosságot próbálom keresni, ezt próbáltam egyébként mindig is. És előálltam egy javaslattal, mégpedig a polgármesteri visszahívhatóságnak a javaslatával. Hogyha megnézzük a közösség a társadalmi igazságosságért néppárt, vagyis a KT-nek a programját, abban ugyanúgy ott van az, csak nem a polgármesterekről, hanem a képviselőkről szól ez a visszahívhatóság. Ha közösen keressük az igazságosságot, ha megnézem azt, hogy mik a törekvések, mik a célok, és az nekem egyezik, akkor miért ne fogjak, miért kellene nekem önálló Don Quixote harcokat vívnom? Csak ugye itt például az MT hírében szerepel mind a két kifejezés, hogy független és ellenzéki az önneve mellett. Most melyik? Független vagy ellenzéki? Szerintem aki nem kormánypárti, az ellenzéki a legtöbb esetben, bár igaz, hogy van legalább kettő olyan független most a parlamentben, aki ezt gyökeresen megcáfolja. De kire gondol? Hát szerintem például, hát ugye a komondoros, tehát ő például nem... most lett hirtelen független, mert kénytelen volt, és akkor még a pártjából. Ösztönből nyomja a Fidesz által, aznak a pártnak az utasítására a gombokat, amely kizárt. Megszokta, megszerette. Tehát én azt mondom, hogy azért klasszikus értelemben a függetlenek azok ellenzékiek, és nem vagyok független. KT és politikus vagyok. Meg a másik, itt van a javaslata a polgármesterek visszahívhatóságáról, abban szerepel egy szám, egy 10%, hogyha a lakosság 10%-a választó lakosság 10%-a megszavazza, akkor visszahívható egy polgármester. De 10%-ot szinte mindenki ellen lehet gyűjteni. Na ez a legszörnyűbb, amikor tartok egy sajtótájékoztatót, és a sajtótájékoztató végén az jelenik meg, hogy ezt most én nem nyújtom be. Hát ráadásul ez lett volna a következő kérdés, hogy minek ír javaslatot, ha be se nyújtja. Szerkesztő úr, ha szeretné, benyújtom holnap. Tehát ezen nem újjon. Ne gyújtsa be. Én ezen nem újjon. Nincs értelme benyújtani. Az önkormányzati törvény tárgyalásakor... Én mindjárt elmondom. Az önkormányzati törvény tárgyalásakor 95 módosító javaslatot nyújtottam be. Egyetlen egyet nem fogadtak el. Amikor az alkotmányt, az alaptörvényünket írtuk, akkor 26-ot adtam be. Egyet nem fogadtak el, illetve egyetlen egyet, egy valóban szót kivettek az alkotmányból. Ez látja, hogy igaza volt? De röviden. De hát az utókornak dolgozik ezek szerint, nem? Tehát, hogy én szóltam, ott van leírva. Nem tudom, hogy mi a politikusnak a feladata. Én úgy gondolom, hogy egy politikus nem adhat be folyamatosan azért módosító javaslatokat, hogy majd az utókornak elmondhassa. Na de akkor azt, minekül a parlamentben? Azért, mert a parlamentben ülés az nem cél, hanem eszköz. Na de eszköz pont az eszközzel nem jut semmire. Tehát az eszköz az lenne, hogy módosítókat ad be, törvényjavaslatot ad be, és történik valami. És akkor itt jutunk el odáig, hogy a politikusnak a feladata ellenzékben is az, hogy a tőle telhető legtöbbet teljesítse. És a polgármesteri visszahívhatóság nem úgy néz ki, hogy 10% a falu lakosságának visszahívhatja a polgármestert, mert akkor folyamatos választások lenne. 10%-a a falu lakosságának, ha az aláírás, ez a mennyiségű aláírás összegyűlik, akkor egy felsőbb szervez, amely jelen pillanatban az országgyűlés, de nagyon remélem, hogy egyszer egy demokratikusabb berendezkedés révén kétkamarás parlamentünk lesz, és a felsőház fog dönteni róla. Ha ő azt mondja, fennállnak az okok, akkor népszavazást írunk ki, és hogyha a népszavazásnál a lakosság többsége megvonja a bizalmat a polgármestertől, akkor új választások. Higgyel nekem, ez az ország, ez folyamatosan népszavazna minden településen. Nem tudnának, mert vannak benne fékek. Viszont az meg nagyon-nagyon fontos, hogy, és befejezem, sem a polgármestert, sem a képviselőt, egyetlen politikust sem, ön sem,
senki, aki az országban megválaszt bárkit, nem kötelezheti arra, hogy minőségi munkát végezzen, hogy betartsa a választási ígéreteit. Tegyük bele ezt, hogy legalább egy kicsike kis kard lebegjen a fölött. Tudja mit, akkor mégis azt mondom, ne az én kedvemért, azért, mert megcsinálta, adja be. Rendben. Legyen nyoma. Legyen miről beszél, mert mi most beszélgettünk erről, de holnap már nem fogunk. Ha beadja, lehet, hogy holnap után ismét tesszük. El lesz utasítva, be se fogja, a bizottságon se fog átjutni, de az már a következő pont. Beadom, ne menjen ennyire előre. Köszönöm, hogy eljött hozzá. Nagyon szépen köszönöm a meghívást.